A divat kapta a főszerepet vasárnap az Apácai Kar tornacsarnokában. Itt rendezte meg ugyanis nagy sikerű rendezvényét a Kereskedelmi és Iparkamara. A Szakmák Harmóniája elnevezésű tanulóverseny évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen a női szabó, a fodrász, a kozmetikus és a média szakos tanulók csapatokat alkotva méretnek meg. A mai rendezvény nemzetközi lett, tehát a 9 megyei csapaton kívül 7 nemzetközi csapat vesz részt. Ugyan magyar területekről, tehát Erdélyből, Szerbia, Horvátországból jöttek, de ennek ellenére, ha szigorúan nézzük, akkor nemzetközi versenynek vagyunk a részesei. A kreativitás és a képzelet nem ismert határokat a versenyen. A tanulók mesterfokon készítették el modelljeik haját, sminkjét és öltözékét. A felkészülés alatt a színpadon látványos bemutatóval szórakoztatták a profik az érdeklődőket. Baranyai Frédi keresett meg bennünket, több fodrászmestert itt Győrben, hogy megálmodott egy produkciót a színpadra itt a Szakmák Harmóniája kapcsán, ami Vidán Szaszorról szól. Emléket állítottunk Szaszorul munkásságának. Igazából a színpadon az összes megjelent modellnek, a szaszoni hajvágásoknak az etalonjai jelentek meg. Szaszorul ugye a réteges hajvágás és a kemény vágásoknak az atya, így a fodrász szakmának is igazából az atyának tekintjük mi. 2013-ban a tematika a megújuló hagyományőrzés a Kárpát-medencében címet kapta. Ennek tükrében születtek meg a végleges alkotások, természetesen modern, a mai kor divatjának megfelelő stílussal ötvözve.